Igen, gratulálok a lányoknak, minden győzelem nagyon értékes. Ugye ma több, még több utánpótlás körű játékos kapott lehetőséget, és ezért ők rengeteget dolgoztak, hogy ilyen győzelmet arassanak, ennyi gólt lőjenek, esetleg ilyen gólkülönbséget alakítsanak, úgyhogy gratulálok nekik. Egyúttal szeretném a Honvédnak megköszönni, hogy ugye le tudtuk játszani ma ezt a mérkőzést. Ugye az eredeti időpontban mi Mataróba fogunk egy nagyon-nagyon fontos meccset játszani. Ezt a meccset is komolyan vettük, maximálisan tiszteljük a Honvédot. Sokan szeretik esetleg degradálni őket, mert hogy ugye sok gólos vereségeket szenvednek. Igenis egy fontos szereplője a magyar vízilabdának, rengeteg kiváló játékost adtak a ugye mostani női válogatottnak is, és ez korábban is így volt. Én bízom benne, hogy lesznek még ők erősebbek, és hát azért én emlékszem, amikor még ők játszottak, ugye talán akkor még BL-nek hívták elődöntőt. Úgyhogy örülök neki, hogy jó meccset játszottunk. Szerintem azért lehetett gyakorolni, volt jó sok hasznos szituáció, amikből majd tanulnunk kell, mert sokat hibáztunk, úgyhogy köszönjük a Honvédnak, hogy belementek ebbe az időpontba, hogy lejátszhattuk, és gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Hát egy nagyon jó kis kezdés volt, úgy gondolom, így a Eger és a Szentes meccs előtt. Úgy gondolom, hogy kimaxoltuk a dolgot, ugye a 6 felnőtt válogatott játékos nem játszott, helyette inkább utánpótláskorú játékosok voltak beírva. Megdicsértek minket az edzők, úgyhogy úgy gondolom, hogy kimaxoltuk ezt a dolgot, és jól lehoztuk ezt a meccset. Hát persze gratulálunk az Újpestnek. Ez neki egy jó erőfelmérő edzés volt talán. Én nagyon bosszankodtam. Múltkor a BVSC ellen több jobban kikaptunk, de most nekem szomorú volt egy pár olyan dolog, amit nem vártam volna a társaság java részétől. Először is gratulálok az UVS-nek, mert nagyon jól játszottak, attól függetlenül, hogy sok fiatallal álltak ki, ők is megállták a helyüket, és szeretném megköszönni a Honvédnak, hogy én is lehetőséget kaptam, mert ugye én kettőssel játszom itt, és amúgy az UVS-ében játszom. Hát sok hibánk volt, amit jó lett volna elkerülni, elkerülhetőek lettek volna, talán tudtunk volna több gólt lőni, de a 6 gól az jó egy ilyen erős csapat ellen. Csak a